Vannak, akik csinálják, és mégsem hiszik. Szóval... De létezik ilyen, szerinted? Hát, gondolatát vitel? Majd csináljunk valamilyen kísérletet, és döntsék el a nézők, hogy létezik-e tehát, vagy nem. Tehát akkor te ezt most be tudnád bizonyítani, hogy létezik hogy gondolatát létezik? Vitel? Hát, ha segítenél, akkor talán igen. Hogyne, természetesen. Mónika, légy olyan kedves, fogd ezt a tojást meg. Igen. Vigyázz el, ne is. Jó, vigyázz. Mert gumiból van is visszapattan. Légy szíves, a nézők közül bárkinek add oda, vagy dobd oda ezt a tojást. Most, dobjam oda. És kérem azt a kedves nézőt, hogy álljon fel, nézzen erősen a tojásra, kérem, mondja egy egyjegyű számot. Kérem? Hetes. És kérem, hogy dobja tovább valakinek a tojást. Egy kicsit szemlélje a tojást. Gondoljon egy egyjegyű számra. És mondja is ki azt a számot. Tudtam. Dobja tovább a tojást valakinek. A hölgy. Kérem, nézd a tojást, mondjon egy egyegyű számot, gondoljon először rá. Háromas. És legyen ön kedves, háromas. Akinél a tojás van, kérem, adjon a Mónikának. És Mónika, megkérlek, hogy segíts még egy pillanatra. Igen. Egy olló, és egy boríték van nálam. És ha felvágom ezt a borítékot, mit gondolnak, mi van ebben a borítékban? Kérem? Emlékeznek még rá, hogy milyen a három számot mondtak a nézők. Igen? Ki mondta az elsőt? Az annyi volt, hogy mennyi? A második? 9. Harmadik? 3. Mónika, légyön kedves, vedd elő ezt a papírt. Ezt is szedem. Nyisd ki, és hangosan légyön kedves, olvasd fel a nézőknek, hogy én előre otthon mit jósoltam. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy a 7, 9 és 3-as háromjegyű számot mondták. Az önök gondolatolvasója Gergely. Ez... egészen fantasztikus. Mit szóltak ehhez? Nem hittem volna. Linda, mit gondolsz erről, Gergelynek erről a képességéről? Én azt mondom, hogy működik, itt bebizonyítottuk. Tehát abszolút nem kételkedsz benne, hogy ez csalás lett volna, vagy bármiféle mutatvány. Ez gondolatátvitel volt. Működik a gondolatátvitel. Gabi, te mit gondolsz így erről? Nekem ez egy fantasztikus képesség, szóval nem tudom elképzelni, hogy képes valaki ilyesmire. Gergely, te mit mondanál a saját képességeidről? Hát beszéletek ugye őszintén. Igen. Hát ha valaki olyan sokáig tanulja a bűvészetet, mint én, akkor annak ez egy alaptrükk. Ugyanis én nem tudok gondolatot olvasni. Tehát amit itt láttatok, amit a kedves nézők láttak, ez nevezzük csalásnak, vagy nevezzük ámításnak. Ez egy alaptrükk volt az én repertoáromból, mint bűvész. Akkor semmi köze a gondolatolvasáshoz, természetfeletti képességekhez? Semmi köze, ez egy bűvész. Ez egy bűvész trükk volt. Ez egy bűvész trükk volt, jó trükk, de trükk. Mit gondolsz arról, amit Linda mesélt? Linda ezt elhiszi, természetesen ő ebben hisz, tehát ő nem hazudik, ő azt mondja, hogy ő látunk, hogy képességgel rendelkezik, ugyanis egy csomó véletlen létezik az életben, és amikor ezek a véletlenek az ő életébe bejönnek, akkor erre ráülteti azt, hogy neki látunk, hogy képessége van, és onnantól kezdve hiszi, hogy ez is bejött, ez is bejött, ez is bejött. Én erről ezt gondolom. Linda, mit szólsz ehhez? Én azt mondom, hogy az a dolog, ami működik, érdemes használni. Nagyon sok embernek segítettem, nem csaptam be őket. Odától valóban adják az információt. Lehet, hogyha ezt nekem valaki mondaná, és én ezt nem tapasztaltam.